A Danube Free Sky Life Európai Uniós pályázatnak a keretében azért jöttünk ki ide a Dunapartra, mert a projektnek az egyik fő feladata a vándormadarak védelme a Duna vonalában, hiszen a vándormadarak ilyenkor, amikor északról délfelé vándorolnak, követik a Duna vonalát, nagyon fontos nekik, hiszen itt érzik magukat biztonságban. Viszont ez a biztonság mégsem teljes, hiszen Magyarországon több helyen is nagy feszültségű távvezetékek keresztezik a Dunát. Ezeket a távvezetékeket úgymond láthatóvá kell tenni, hogy ne csak mi emberek, hanem a madarak is észrevegyék, különösen ködös időben, amikor veszélyes lehet, mert ha nem leszik észre időben, nem tudnak kikanyarodni, ezért nekiütköznek. A Duna felett elég nehéz felrakni bármilyen jelölést is a távvezetékekre, bármilyen madár eltérítőt is. Ehhez egyrészt csónakra kell szállni, másrészt olyan eszközre van szükségünk, ami fel tud menni oda, hiszen a kosaras darut nem tud benyúlni a Duna felé. Ezért is dolgozik velünk Haramia Ákos és csapata, akitől szeretnék megkérdezni a drónnal való munkákkal kapcsolatban egy-két fontos dolgot. Az első az lenne, hogy meg tudnád-e nekünk mutatni, hogy hogyan is működik ez a drón, hogy kicsit közelebb legyünk ehhez a technológiához is. Hát ez a drón, ez egy saját fejlesztésű drón, csak erre a munkára van fejlesztve. Négy motorja van, akkora működik, és tehát úgy működik, hogy ide ebbe a helyre ide jön a maga az eltérítő, és ebbe a V-be érkezik a vezeték, és ha bejön a V végére, akkor rácsatlakozik az eltérítő, a drón elrepül, és a eltérítő ott marad a helyén. Így a Duna fölött kettő darab drónt használunk, egyet navigációra használunk, és egyet magára a munkára. Mit lát a pilóta? Egyáltalán hány pilótára van szükség ehhez a munkához? Ehhez a munkához kettő darab pilótára van szükség, egy a navigáló drónra, egy erre a drónra. A navigáló drónon kamera van, és csak navigációra használjuk, ezen a drónon pedig kettő darab kamera van. Ezzel a kamerával repül a pilóta, ezzel látja, hogy merre megy, és van még egy kamera itt hátul, ezzel pedig a V-be lássa, hogy ott van a vezeték, ahol lennie kell, és fele tudja rakni az eltérítőt. Ez a berendezés, mint hogy az előbb mesélted, gyakorlatilag egy drónnak a felrakására alkalmas, egyszerre. Mennyi idő alatt rak fel egy eltörítőt itt a Duna felett? Hogyha ideálisak a körülmények. Igen, hát ez attól függ ugye, hogy milyen magasan van a vezeték, milyen messze kell berepülni. Én inkább úgy mondanám, hogy egy nap alatt ilyen 300 darabot tudunk felrakni. Itt a Duna felett legyen egy ilyen 100 darab, mert nagyon messze kell repülni és nagyon magasra. De ha alacsonyabb a vezeték és nem kell olyan messze menni, hogy a srácok tudnak a vezeték alatt gyalogolni, akkor a 300 darab napi, az megmond. Mik a korlátai ennek a berendezésnek? Tehát mennyi ideig bírja az energiaellátást, az akkumulátor, illetve a szél, esőre hogyan reagál a berendezés? Nagyon erős szélben nem tudunk repülni mi se, egy ilyen 10 méter per szekundum ez az, amit még tudunk dolgozni, és ez az miatt van, hogy ugye a vezeték, nagyon közel megyünk a vezetékhez, és bármilyen széllökés azt idézheti elő, hogy neki megy a drón a vezetéknek, ami sajnos annak fatális lenne a vége, tehát a szélrel nagyon kell vigyázni, és az esővel is, méghozzá nedvesség miatt, ugyanis ha bekapcsolt feszültség alatti vezetéken dolgozunk, akkor a nedvesség miatt nem nagyon tudjuk korrigálni a feszültséget, hogy merre menjen a drónba, és az is fatális lehet. Tehát az esőt és a szelet nem nagyon szeretjük. Mi történik akkor, hogyha csónakról kell dolgoznotok, ha partról nem lehet belátni? Ez mennyire bonyolult, mennyire teszi bonyolultá a munkát? Ez egy kicsit bonyolultabb, ugyanis többféle monitorral dolgozunk, amit képernyővel át kell olyankor vinni a hajóra, és a hajón szét kell rakodni a csónakon, ahol ugye nincs annyi hely, sőt a leszárásra és a felszárásra sincs annyi hely, tehát egy kicsinkot bonyolultabb, de ezt is megoldjuk. Van-e technológia arra, hogy ne csak a felrakást, hanem a leszedést is meg lehessen oldani? Igen, mivel többen mondták már, hogy ezzel gond van, hogy le is kéne őket itt-ott szedni. Hát ebben a évben úgy néz ki, hogy elkezdjük ezt is. Kész lett a drón, ami le tudja szedni a károsult eltérítőket. És hát az idén csináltunk már egy-két próbát, ami eléggé jól ment, és decemberre megyünk Ciprusra már ezzel a drónnal dolgozni. És végül, ma szép idő van, a szél sem olyan nagy, mit terveztek, mennyi madáreltérítőt fogtok a mai napon telepíteni a Duna felett? Hát a mai nap remélem, hogy meg lesz a 80-90 darab arra, az biztos meg lesz.
bízunk benne, hiszen ez a LIFE projektnek a lényege. Köszönöm szépen! Én is köszönöm!